mindenki olyan, mint a pénzügyminiszter. Nem lehet, igenis felszólítom a mai kormánynak a jelenlegi elnökét, Katona László, a Bakela Együttes képviseletében, hogy igenis mondja le a konzekvenciát, és mondjon le! Az enyém ne igyon több oroskolát! Ne igyon több fehér oroskolát! Egyáltalán ne tegyen semmit, ne lopja a kasszát! Tehát minden üres üveg visszaváltató és természetesen. Szeretnék mindenkit felszólítani arra, hogy miniszterelnökként ne a Katona Lászlót jelölje, ne a bokros csomagot lejölje, ne a fodros csomagot jelölje, ne azt jelölje, amiből pénz van, hanem az, amiből pénz lehet. Természetesen, miből lehet pénz? Pénz lehet, kérem szépen, Katona Lászlóból. Hogy lehet Katona Lászlóból pénzt sikarni először is? Hogy nem tud énekelni. És ki nem tud énekelni? Aki tud beszélni. Ki tud beszélni? Természetesen itt vagyok én, tehát ki lesz az Akela Együttes új énekese? Nem más, mint hát akit önök megjelölnek. Ezért felszólítok minden zenekarvezetőt, most, hogy mondjon le, és ne oda hányjon, ahova eszik, hanem ahova mi nem evett. Rossz zenészek vannak? Rossz zenét hallgatunk. Mi csináljuk? Ha nincs ószer, legjobb a gyógyszer. Nem kell ide nagy tudomány. Ez a zenekar nem jó másra, kedves Katona László, mint hogy megrontja az ifjúságot, kiukassza az üsses ószer, amire nem jó semmilyen gyógyszer, hiába mondtad bárki, bármi, önök a felelőket vadászik, tehát ezért felszólítom, nem a miniszterelnök urat, nem a kormánybiztos Katona Lászlót, mondjon le!